Az egész világot megrengette a koronajárvány, főleg annak a harmadik hulláma. Olyan államok is nehéz időszakot éltek át, ahol egyébként dübörög a gazdaság, így az igen jónak mondható német vagy osztrák ipari teljesítmény is visszaesett. Magyarország számára sem jött jól a Covid okozta krízis, egyes ágazatok nálunk is komoly válságot éltek át, és a munkanélküliség is nőtt. Aztán hamar talpra állt a hazai gazdaság, a megye is újra csúcson van a foglalkoztatás területén, erről a közgyűlés elnöke számolt be a Győr Plusznak. A megye foglalkoztatása a csúcson van, ismét elértük a 2019 júniusi állapotot, amikor 1% alá csökkent a megyei munkanélküliségi ráta. Ez jelzi a gazdaság erejét, jelzi azt, hogy szorgalmas emberek dolgoznak ebben a megyében, akik szeretnének is dolgozni, és tulajdonképpen ezzel a foglalkoztatási csúccsal, hogy a járványhelyzet után, amikor értelemszerűen megtöbbszöröződött a munkanélküliségiek száma, visszatudtunk ide térni, ez tulajdonképpen Nyugat-Európa szerte is kuriózum, Magyarországon pedig egyedülálló, és természetesen ezzel az adattal Győr-Moson-Sopron megye az élen áll. Nyilvánvalóan, amikor a koronavírus járvány betört, akkor voltak olyan ágazatok, ahol átmenetileg megnőtt a munkanélküliség, de sikerült ledolgozni. Egyrészt voltak olyan kormányzati intézkedések, támogatások, amik ugye a gazdaságot segítették, másrészt pedig a megyei foglalkoztatási paktum projektünk is itt rendelkezésre állt, és talán itt volt rá a legnagyobb szükség. Az elnök azért hozzátette, az eredmények jók, de hátradőlni nem szabad. Van még feladat Győr-Moson-Sopronban is. Németh Zoltán kiemelte, továbbra is komoly kihívás a munkaerő hiány, aminek enyhítése érdekében mozgósítani kell az inaktívakat, és a pályakezdő munkanélkülieknek is segíteni kell képzésekkel, átképzésekkel. A megyei gazdaságnak egyébként szüksége van a munkaerőre, hiszen inkább a munkaerő hiány jellemezte ezt a térséget, és különböző források átcsoportosításával és a takarékos gazdálkodásra sikerült most még meghosszabbítanunk ezt a programot, tehát például a vállalkozóvá válási támogatást vagy bérkiegészítő támogatásokat még egészen 2022. márciusáig ki tudunk juttatni az érintetteknek. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy szoros összefogással valósult meg itt a megyében, tehát a Máltai Szeretett Szolgálat azokat az embereket is eléri, föl tudja kutatni azokat az inaktív embereket, akik már nincsenek a munkaerőpiacon, viszont nagyon fontos, hogy dolgozzanak, mert a munka az mentálisan is fölemeli az embereket. Ugye vannak a fiatal pályakezdők, akikkel a Mobilis foglalkozott már az egyetem során, bemutatják azt, hogy milyen az, hogyha valaki egyéni vállalkozóként dolgozik, vagy milyen lehetőségek vannak a munkaerőpiacon, és ugye a foglalkoztatási főosztály a kormányhivatalnál pedig mindenkit elért a mi foglalkoztatási paktumirodánkkal együtt, aki valamilyen képzésben vagy egyéb támogatásban szeretett volna részesülni. És hát ez a közös siker is, meg a megyei gazdaság ereje adja azt, hogy a munkanélküliségi ráta az rekord alacsony szinten van szerencsére. A megye tehát jól teljesít, ami elsősorban az itt élők szorgalmának és szakértelmének köszönhető, de az elnök szerint nem szabad megfeledkezni a különböző kormányzati, a munkaerő megőrzését, sőt bővítését támogató programokról, amelyek még a komoly gazdasági bástyának számító Győr-Moson-Sopronban is rengeteg cégnek és vállalkozásnak nyújtottak és nyújtanak is segítséget.